Az is az IFA-nak vége van, háttérben látjátok a nagyon szép időjárást, amivel vége lett az utolsó nap, de eddig 30 fok volt, jó volt az időjárás, sokat voltam bent, járkáltam, és sajnos nem jött össze a live, hogy bemutassam nektek kb, hogy milyen óriási nagy az egész, de szerintem el tudjátok képzelni, hogy ez a rész, ez csak a bejárat, hátul van egy nagy doboz, rá van egy Samsung, azt hiszem City Cube, és a Samsungnak van csak egy ilyen nagy doboza, és négy cégnek, Sharpnak, Sonynak, Lenovo-nak, ilyeneknek, nagyon-nagyon-nagyon standjuk van, nagyon sok termékkel, és én 100-150 videót forgattam ezen az IFA-n. Lehetett volna persze még egy kicsit több is, de nagyon sok céggel beszélgetek is. Próbáljuk persze tartani a kapcsolatot a cégekkel, és akkor így ilyenkor ki tudjuk azt, vagy meg tudom azt oldani, meg kiküldik nekem persze a készlékeket, ne kelljen hangos helyen videóznom például az új Motorola telefonokat, meg ilyeneket, mondjuk azt pont megcsináltam, mert nagyon sok újdonság volt. A Lenovo-nál volt igazából az egyik legérdekesebb dolog, és teljünk arra rá, hogy mik voltak az érdekességek az IFA-n, mert nagyon sok emberre beszélgettem, hogy és mik a highlightok, mik voltak a legérdekesebb kiáltott termékek. Hát a Lenovo kitalálta azt, hogy bármilyen mobil be tudunk rakni szemüvegbe, amit egy tükörrel majd így ilyen augmented reality féleszerűen lehet majd látni, hogy van egy kard a kezünkben, és akkor lehet csápolni, és persze például Kylo Ren ellen harcolni. Igazi Jedi Challenger, 300 eurót árulják a kardot, a kis gömböt, egy kis lámpát, majd meglátjuk a videóban, hogy minek kell az, plusz még persze azt is, hogy ezt a szemüveget meg tudjuk venni, iOS-re és Androiddal működik, bármilyen készülékkel, és persze már karácsonyra kapható, lesz sok kis játék van benne, majd nézzétek meg a videómat róla, remélem félig meddig lehet látni ott, mi az ötlet mögött. Ez az egyik highlight újdonság, különben persze mindenki más új telefonokkal, LG V30-szal tudott rajolni, nagyon-nagyon jó lett szerintem, de kíváncsi vagyok majd tényleg, hogy meddig bír az aksia, meg hát a további Note 8, meg ilyeneket majd leteszteljük, az már az IFA előtt be volt mutatva. Órákban, meg más dolgokban igazából nem volt túl sok újdonság szerintem, nem volt annyira izgalmas itt az IFA-n, de sokat járkáltam notebookokat, táblagépeket, nem nagyon videóztam ebben az évben, mert nem voltak olyan sok újak, vagy nem is láttam nagyon újat, nem is foglalkoztam vele, de például nekem az egyik highlightom még a SanDisk volt, meg a Western Digital, akik új, nem csak hardrive-okkal, hanem főleg a világ legnagyobb microSD-vel tudtak itt rajongani, méghozzá 400 GB-os microSD. Wow! Meg is volt a buszommal, mivel kimegyek a reptérre, és ennyi is volt a rövid összefoglaló itt az IFA 2017 kiáltása, tehát főleg, ahogy mondom, nem volt túl sok újdonság, de persze új Intel processzorok, új ultrabookokat tették megvalósíthatóvá, hogy még gyorsabbak, még jobbak legyenek, de majd a gaming készlékek is érdekesek lesznek, és két hét múlva egy új Asus telefon lesz, de nem itt lett bemutatva az IFA-n, mert úgy volt az Asus vele, hogy úgy majd több embert érdekli. Közben nézhetem nekem Gábalás, futok a buszhoz, és sziasztok Berlinből, hamarosan biztos még mindig visszajövök, de most egy évi kemény várni, mi megint lesz majd IFA.